Sportérték. Imre Lőrincel a Trendefeme. Visszatérő vendégek a mai műsorban, a Red Bull Rookies Cup versenysorozatban szereplő fiatal motorversenyző Farkas Kevint és trénerét, a korábbi MotoGP pilóta Tóth Imrét köszönhetem. Sziasztok! Hello, üdvözlök mindenkit! Üdvözlök mindenkit, én is sziasztok! Ugye, amikor itt jártatok legutóbb, ez néhány hónapja volt, nem vagyok benne biztos, de nagyjából olyan három-négy hónappal ezelőtt, akkor öt hónappal ezelőtt, köszönöm a kisegítést, szóval akkor gyakorlatilag arról társalogtunk, hogy Kevin kiválasztottak, szerepelhetsz a Red Bull Rookies Cup sorozatban, és ugye a média mindig szereti az ilyen blikfangos címeket, kattintékony címeket, és gyakorlatilag úgy jelent meg ez a magyar sajtóban, hogy a MotoGP előszobájába toppantál, és már túl vagy jó pár futamon. Először elevenítsük fel, hogy tényleg ez a Red Bull Rookies Cup, ez milyen versenysorozat ide, hogyan lehet bekerülni, hányan versenyeznek, hányan állnak oda a rajtrásra egy-egy futam erejére, és hát ha jól tudom, hogy ez kieséses alapon is működik ez a sorozat, mit kell tudni összességében erről? Hát elég nagy presztízzsel bír, tehát ez tényleg a Moto3 előszobája. Bekerülni ide igazából nagyon jó teljesítménnyel lehet, ugye hogyha felfigyel a Dorna, illetve szoktak szeptember-augusztus vége fele válogatót csinálni, ez egy ilyen háromnapos esemény, és ott három napon keresztül nézik a pilótákat, és mindegyik nap szortíroznak azt hiszem tíz embert, és akkor azokat hazaküldik, hogyha, hogyha nem olyanok, és akkor így választanak ki azt hiszem nyolc embert, az idén nyolc embert választottak ki, még négy ujonc mellé, úgyhogy bekerülni, bekerülni így lehet. Tehát akkor 12-en vagytok egy futamon, vagy? Nem, 26-an vagyunk, 26 de a többiek már a második, meg harmadik évüket töltik, és azt hiszem 12-en vagyunk újoncak. Világos. Imre, ez a versenysorozat eddig hozta azokat a várakozásokat, amiket így most csak pusztán még a formalitásoknál maradva, amit elvártatok tőle, tehát mind a, a futamok minőségét, megszervezettségét illetően, hogy látod? Így van, mindenféleképpen ugye ez a MotoGP verseny hétvégéken betét futam úgymond, tehát ez iszonyat profizmussal szervezik ezeket a futamokat. Úgyhogy abszolút hozta, és illetve még az is, hogy hogy a, a Moto 3 csapatok már most nézegetik, ugye Kevint is az eredményeit, folyamatosan nézik a részidőket, az összes edzést, tehát a nagy csapatok figyelik egy, a, a versenyzőket, hogy kire nyúljanak úgymond rá, uh -huh. tehát a, a feltöltő generációt azt nagyon-nagyon követik, és ez az előszobája ugye a, a Moto 3-nak, és e, már hogy a Moto 3 világbajnoksághoz fellépni és valóban nagyon nézik. Tehát a csapatfőnökök, a főszerelők, mindenki nézi ezt a sorozatot. Sokan kerültek már be akár a tavalyi szezon után a Red Bull Rookies-ból a Moto3-ba? Elég sokan, igen, meg másik sorozatokból is. Ugye általában a, a Red Bull Rookies mellett a mezőny majdnem 90 a megy egy másik sorozatba is, vagy a Hawker ctc be vagy pedig a Junior GP-be. A Junior GP-ről gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a Moto3 csak csak nem a motorom, tehát egy kicsit alatta van, de mm -hmm. igazából majdnem, hogy ugyanolyan a technika, szóval. Ott, ott még egy picit fiatalabbak is mernek, tehát ott azért 16 éves kortól már lehet menni, a, a MotoGP-n, tehát a világbajnokságon meg csak 18 év ugye a, a korhatár, illetve hogyha Red Bull is például valaki megnyeri, legyen az 16 éves, akkor fölmehet a következő évbe. De csak aki megnyeri a bajnokságot. az uh -huh. Ez automatikus évesen. jog számára. De így van, igen, igen. És minden évben, ugye, tehát egy minden felképpen minden évben felkerül, ugye a rookies, tehát a MotoGP rookiesból a Moto3 más kategóriába, mert az, ala, hát úgymond alanyi jogon az, aki megnyeri, az megy föl. Uh -huh. Úgyhogy, úgy, hogy azért itt az éveket is, ugye Kevin csak 16 éves, tehát ő neki azért, hogyha nyilván idén már nem tudja megnyerni ezt a bajnokságot, de, de hogyha jövőre esetleg megnyerni, akkor ugye kerülhet föl automatikusan úgymond, de ha nem nyeri meg, akkor is már ő jövőre ugye 17, utána a következő szezonban meg már 18 éves lesz, onnantól kezdve meg már mehetne a világbajnokságon is. Én gondolom a Moto3 megfigyelői menedzserei nem csak azt figyelik, hogy tényleg hanyadik helyen végez az adott versenyző a, ponttáblázaton, hanem még egyéb más szempontokat is erről lehet valami tudni, hogy mivel lehet leginkább kitűnni a moto 3 számára ebben a sorozatban? Igen, mindenféleképpen figyelnek itt mindent, tehát tényleg az, hogy, hogy viselkedik az ember, ugye azt is, hogy a padokban éppen hogy mozog, tehát hogyha nincsenek ilyen nagy sztár alőrjei, ugye, tehát tényleg a földön jár valaki aki mindig mosolyog, azért az is nagyon fontos, mindenki az közvetlen és pozitív, tehát egy nyilatkozatot is ugyanúgy figyelnek, tehát egy verseny utáni nyilatkozat, még nem voltan túl sikeres a verseny, akkor is nézik, hogy, hogy hogy, nyilatkozik az adott versenyző, tehát itt, itt tényleg minden figyelemben van véve, mert ugye ezekből a kis gyerköcökből egyszer sztár lesz, és ezt nézik, hogy, hogy az azért a, a földön járva alázatosan, beszéljen is. Igen, hogy ne, ne, az legyen, hogy a verseny utáni hév elragad, hanem tiszta fejjel letisztultan tudja akár egy nyilatkozatot tenni. Egyébként mennyire nagyok a kulisszák tévés közvetítés is előfordul? Mm, ugye ezeket a versenyeket vagy a Red Bull tévén közvetítik, ugye ez egy applikáció, vagy Facebookon közvetítik, live-ba azt hiszem. És akkor utána mindig megy a riporter, és akkor kérdez az adott verseny után. Nem mindenkit kérdeznek Bilányos, meg, de felváltva. Tehát az első hármat nyilván megkérdezik, illetve aki, teszem azt, eddig 20. helyen ment, aztán hirtelen ott találja magát a top-be, azért azt megkérdezik, hogy, hogy hogy érzi magát. Milyen motorral is versenyzel? Hány köpcentissel? Ez egy 250 is gép. Nehéz vezetni? Nem mondanám, hogy nehéz vezetni, de máshogy kell vele menni, mint, mint amit eddig megszoktam. Szóval van még nekünk is bőven tanulni tanulnivalónk, hogy mm -hmm. hogy ezt a motort igazából hogy lehetne teljesen kiaknázni, hogy mit tud, de hát csináljuk a, a legjobbat. Az utolsó tizedek mindig nagyon-nagyon nehezek jönnek, ugye? Tehát itt tényleg tizedek, Lömamba is kilenc tizedre volt, tehát még egy másodpercen belül volt ugye az elsőtől is, és a 16-17 helyen, 19. 19 helyen kvalifikálta, volt ötödik is persze Lemonba edzésen, de aprók a különbségek, és azok az icipici tizedek, azok igenis ugye nagyon számítanak. Persze. Az minden kategóriában nehéz, ahogy itt is. Főleg azokon a pályákon például nagyon szűk például, Leman erre egy nagyon jó példa volt, hogy, hogy amikor kvázi kiegyenlítettek az erőviszonyok, úgymond, mert ugye például Portugáliában is, Herezben is, ugye a Spanyolország, nagyon sokat mennek ott, ámblok az egész mezőny már eddig nagyon sokat mentott ugye aki két-három évesek, azokról nem is beszélek, de, Ugye nagyon sokat edzenek ott, mint Portugáliában, mint Spanyolországban, így egy kicsit azért ott nehéz velük felvenni a ritmus, mert nagyon sok pálya tapasztalatuk van. Gyakorlatilag volt pálya, aminek teljesen új volt, ami még nem is mentél korábban? Nem. Eddig mindig sikerült kimenni tesztre. Még hát. van egy pálya, amit nem ismerek, ahova szeretnék nagyon kimenni. Ugye az Mizán, Olaszország de eddig nem, nem, volt olyan pálya, amit nem ismertem, csak nem volt rajta mondjuk annyi tapasztalatom, mint, mint mondjuk másoknak. De visszatérve az előzőre szóval, hogy na akkor nagyon kiött ez a, ez a, tényleg mindenki egymás hátán két tizeddel, akár öt helyet is előre lehet lépni, hogy olyan, mit mondjuk az egész mezőny nem ismert, de mondjuk volt egy-két ember, aki ment mondjuk tavaly, mint például én is, azok is el tudtak élni top 5 eredményt mondjuk edzésen is. Szóval, vagy például ott volt az időmérő, hogy 19 voltam, és Kvázi kilenc re az elsőtől, ami azért elég szoros. Eddig hány verseny ment le az idei kiírásban? Nyolc, nyolc azt hiszem. Igen, hát négy, négy verseny hétvége volt, ugye, és dupla versenyekkel, tehát egy nyolc verseny ment le, igen. És a legjobb eredményedet Olaszországban érted el, ugye, a Mugellói versenypályán? Igen, igen, tizenegyedik lettem. most hanyadik vagy egyébként összesítésben a táblázaton, vagy eddig mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Fú, fogalmam sincs, hogy hanyadik vagyok a táblázaton, nem tudom. Al alul, alul, sajnos. Uh, saját teljesítménye, hát... Uh... Volt év egy riportom, vagy uh, egy cikkem, még a, még a P1 része, ott megkérdezték ugyanezt, hogy mit várok el év saját magamtól, akkor azt feleltem, hogy uh, hogy totál felesleges lenne, bármit is elvárjak magamtól, mert ez tényleg egy akkora mélyvíz, víz, hogy, uh, hogy ebben a hezen lehet azért úszni, vagy nagyon, tehát meg kell tanulni előbb úszni, és aztán, uh, uh -huh. aztán lehet menni a, a top pozíciókért, hát ezt tapasztaljuk saját magamhoz képest nyilván állítottam fel elvárásokat, mert szeretem saját magamat szivatni, de <laughs> hát nem tudom, nem, nem, vagyok annyira elégedett, mint amennyire szeretnék, de az helyzet, hogy ezt meg kell tanulni ezzel, ugye ezzel a géppel motorozni, hozzá kell szokni. Ugye itthon nekünk egyenlőre még nem adottak azok a lehetőségek, hogy, hogy hasonló géppel edzek, mint például ami a rukizban van, remélhetőleg lesz rá lehetőség, de egyenlőre haladunk szépen lassan, úgyhogy ilyen téren azért elégedett vagyok, mert tényleg minden egyes hétvégén látszik, hogy előrébb lépünk mm -hmm. egyet. Nyilván én szeretnék kettőt előrelépni, előre kicsit ö, türelmetlen vagyok, mert hát versenyző vagyok nyilván nyerni, jöttem ide, nem ö, a 20. helyeken kullogni. Szóval igen, én ezt a folyamatot kicsit gyorsítanám, de ahhoz képest, amilyen feltételek adottak nekünk jelenleg, ahhoz képest szerintem elég jól teljesít. Akkor most meghallgattuk, hogy a versenyző hogyan látja a saját magát kicsit, nem azt mondom, hogy kívülállóként, de kicsit jobb, vagy kicsit nagyobb perspektívából rálátva Kevin versenyzésére, szerinted is jó ütemben haladtok előre? Azt gondolom, hogy igen, tényleg ahogy nézzük az ő motorozását, tehát kívülről, valóban egyfolytában megvan a fejlődés, csak csak hát nyilván Kevin gyorsabban szeretné ezt, de hát ez, ez, ez sajnos nem így működik, hogy egyik pillanatra a másikra, persze szeretnénk. Meg vannak nagyon jó kimagasló eredményei is, ugye, hogyha egy adott tényleg egy lemanit nézünk, ahol ismerte a pályát, és már csak a motorral kellett összeszogni, mint ahogy... Például most mugello ugye egyszer ment egy, egy 5x20 perces edzést ez a verseny előtt, az nem túl sok, tehát az pályaismeretre nem túl sok, úgyhogy az, 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 ki is jött, de itt is elég jól teljesített. Tehát itt is már az elsőtől például a második versenyen 16 lett, ugye éppen, hogy fél kerék hosszal lecsúszva a pont helyről így van. Ez bosszantó lehet. És, 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 úgyhogy hogy az elsőtől viszont 14 másod, 15 másodpercre jött be, tehát az már egy elég közeli Pont, ugye 14 körös a verseny, tehát hmm. nagyjából, ha elosztjuk, akkor egy másodperc per kör verseny azért az már nem olyan rossz. Hát innen kell tovább építkezni, és ez mindenféleképpen egy tanuló év. Szeretnénk persze egy, egy olyan motort is, ami ami közel áll ehhez. Illetve ugye a startok ezzel a motorral rendkívül nehezek, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz vele úgy elindulni, mint annak idején. Ugye a tavalyi szezont végig úgy nyerte meg igazából, hogy, hogy olyan rajtjai voltak, hogy hogy mindenki fogta fét, vagy, a fejét, igen. Hmm. Hát most ez pont a fordítottja, de, de tényleg nagyon nehéz. És nem is lehet gyakorolni ezzel. Tehát, hogyha van a versenyét vége, ott is egy gyakorlás van, és utána két verseny start. Tehát összesen ez a motorra, ha úgy veszük, nagyjából egy ilyen 16 darab rajtja van. Na most az nagyon kevés. Van, aki ugye már második évét tapos hmm. ebbe a bajnokságba. Hát ő ugye szor kettő év, amennyit ő rajtol. Tehát ez, ez, ez tapasztalat, ez mindenféleképpen ez az év, ez egy tanuló év. Holott azért vannak most is kimagasló rész részeredményei, ami, ami tényleg figyelemre úgyhogy így megyünk tovább is. Gondolom az alapvető cél, hogyha fogalmazhatunk így, hogy jövőre is ebben a sorozatban legyél. Ez egyébként az elején az első kérdésemben utaltam rá, mert úgy emlékszem, hogy a öt hónappal korábbi beszélgetésben említettétek, hogy ki is lehet esni ebből a Red Bull hogy ez, ez mennyire fenyegető veszély szerintem egyenlőre ránk ez nem, 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 olyan fenyegető veszély. Ugye öt hónappal ezelőtt említettem, hogy igen, ebből ki is lehet kerülni. Ö, szóval ez a Rookies is mindent figyelnek. Szóval olyan, mint a nagyobb csapatoknál, csak itt ugye a sorozaton belül figyelnek nagyon sok mindent, tehát mindenre odafigyelnek, hogy a versenyzőkkel való viszony milyen, a főszerelőkkel való viszony milyen, a riders coachokkal milyen a, milyen a közös együttműködés. Szóval mindent figyelnek, és és ezek alapján, meg nyilván a pályán való teljesítményt is figyelik, de aki javuló tendenciát mutat, és azt csinálja folyamatosan, amit amit mondanak nekem, amit tanácsolnak neki, úgy, amit a bölcsebb, az okosabb mond, uh -huh. azt megfogadja, és ezáltal erőre tud lépni, azt nyilván díjazzák, és így, így, így nagyon minket szerintem ez nem fenyeget, mert szerintem eddig, amit kértek tőlem, azt, azt eddig mind megcsináltam. Úgyhogy igen, szerintem ez minket nem fenyeget. Mennyire van benned druk, vagy mennyire volt benned druk az első futam előtt, vagy első időmérő előtt, amikor először szerepeltél ebben a sorozatban, és ez az izgalom, hogyha ott volt, csökkente azóta, mióta már tényleg teljesítettél azért nyolc versenyt? Fú, az első verseny az az nagyon, az, az, az. eléggé elizgúltam, az egész verseny hétvégét kvázi elizgultam, mert hát mégiscsak ott vagyunk ott vagyunk tényleg a Rookies cup ez tavaly egy, egy, egy hatalmas álom volt, és amikor ezt azért megtudtuk, azért az, az elég jól esett, ugye ezt még talán mondtam is öt hónappal ezelőtt, és ugye amikor így az ember beszél róla, hogy mennyire jó, de amikor odaír, az, az egy teljesen más világ, és szerintem, amikor megláttam a Red bull sázat, hú, nagyon na, 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 ja, <laughs> <azzal. gül> <laughs> leírhatatlan az érzés. Nyilván akinek már volt, volt ilyen, ilyen hasonló tapasztalata, az nyilván érti, miről beszélek. De, de nagyon, nagyon elizgultam. Drukka az nyilván mindig van. Sokszor még mostanság is izgulok versenyek előtt, uh -huh. de az, az, az szerintem normális. Tehát egy, alap, egy alapizgulás az jó, hogyha van, de nyilván csökkent azért az első verseny óta, szóval a második versenyét végére már úgy érkeztem, hogy egy kicsit nyugodtabb vagyok, és az segített azért. De eddig mindegyik verseny sikerült befejezni, egy célba ért el. Nem mindegyiket, sajnos. sajnos. Sajnos nem mindegyiket volt volt Lemonba is egy esés, illetve volt Portimao is, Portimao is volt egy. Uh -huh. Sajnos az eleje elment mindkétszer, úgyhogy, úgyhogy igen, azok, azok az esések azért nem estek jól. Ugye eddig. Eddig a tavalyi évben is talán egy verseny, egy verseny volt, amit nem tudtam befejezni, és nagyon-nagyon rossz érzés az, amikor a boxba kell sakkozni, hogy vincsék hogy már le a futamot, mert na, na, nagyon rossz érzés végignézni, ahogy mások versenyeznek, te meg nem mehetsz, mert saját hibádból vagy, mondjuk nagyon ritkán önhibádon kívül kívül estél, és, és mégis malmozol a boxba, mert nem tudsz mit csinálni. Emlékszem, azt mondtad legutóbb, hogy inkább olyan értelemben versenyző típus vagy, hogy nem az időmérők fekszenek neked a leginkább, hanem maga az előzgetés utána mondjuk a versenyen. Ez változott, vagy hogy ítéled meg a, a, a versenytempódat, az időmérős tempódhoz képest? Hogyan áll? Igen, évvel én sajnos, ami hát nem sajnos, de ugye a tavalyi évből indultam ki, ugye ott a motorra is már nagyon jól lesz, szoktam, az időmérők is mentek, Hát nem vagyok az időmérők ember, ez azért látszik. A versenytempó az még, az még mindig jobb, sokkal jobb, mint, a, mint, a versenyt, mint, az időmérős tempó. Ez abból is látszik, hogy szerintem mindegyik futamon javítottam az időmérős időn a, a versenyen, szóval ez, ez látszik. Az előzgetésekkel pedig, pedig még szokni kell. Ugye meg kell ismerni a motor határait, hogy, hogy mit bír el, mikor van az a határ, amit lehetem kéne túlfeszíteni. Szóval ez még mindig egy ismerkedési folyamat, de de haladunk, tehát Mugello már szerintem sokkal jobbak voltak az előzések, úgyhogy úgy, igen, mint, mint ezek előtt szóval haladunk. Imre, Imre egyébként, nagyjából mekkora stáb van, amely támogatja Kevint a versenyzésben egy-egy versenyhétvégén? Kezdjük el sorolni a neveket. Nem, hát versenyhétvégén ugye úgy menjünk, hogy természetesen ugye jön Kevin, a versenyző. Nem át. Utána jön egy. szerelője, igen szerelője Roland ő ugye mindenért felel a, 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 boxba, amikor kint van a motor, tehát a kerékcserék, a gumimelegítés, olajcserék, tehát kuplung, ilyenek, tehát mindent, amit, a, vagy hogyha esetleg egy esés van, akkor utána visszafelépíteni a, a, a motort, illetve van kint egy főszerelő, az egy spanyol ö, mechanikus, ugye, aki, aki igazából a főszerelő, ő mondja meg, hogy mihez nyúlhat, mert ez ugye ez a úgymond a Dorna, illetve a Rookies a tulajdona ezek a, ezek a motorok, és hát azért mindent nem lehet velük csinálni, csak amit mondanak, hogy na, akkor ezt most megcsinálhatod, illetve jön ugye Kevin apukája, megmegyek én vele, tehát így négyen utazunk általában. Mondjuk szombatra esik legtöbbször, a, vagy nem, a futam maga vasárnapra esik legtöbbször? Van egy szombaton, délután és vasárnap reggel. Általában a szombat délután, amikor lemegy a, a, a MotoGP-nek is az összes kvalifikáció, illetve a sprint futam azután jövünk mi, Uh -huh. illetve Kevin, meg, meg vasárnap viszont az összes program előtt van egy felvezetés, és egy, egy rendes versenyük, igen, még a második verseny. Mondjuk most azt hiszem, fordítva lesz, most mind a kettő verseny délután lesz. Uh -huh. Hát most igen, azt hiszem ez, de általában az előző négy versenyen az úgy volt, hogy szombaton egy, ugye meg vasárnap reggel egy. Hát a végén emeljük ki, hogy a Le futamot többször emlegettétek, mugello is, melyik volt a, a, a kedvenc pályád eddig, hogy melyik volt a kedvenc momentumod, kedvenc versenyed, hol teljesítettél szerinted a legjobban, vagy, vagy van-e olyan, amit kiemelni, akár tényleg egy előzést, vagy, vagy inkább egy egészben nézett hétvégét, ahol minden nagyon kompakt működött, mi eddig a legjobb élményed a rúkizról? Fú, hát a kedvenc pályám az még nem jött el, az még, az még, egy kicsit várat magára, az augusztus elején lesz a Red Bulling, ugye az a kedvenc pályám. Az eddigi element futamok közül Le Mans nagyon tetszett, meg most Mugello, választani, választani, nagyon, nem tudok a kettő között, mert tényleg mind a kettő nagyon jó pálya, illetve az összes többi is nagyon jó pálya, szóval, szóval igen, de talán Mugello, Mugello most jobb volt. A mugello első futamot amúgy most kiemelném, mert ugye most ugye elértük a hétvégén a legjobb eredményünket, amúgy egy 11. hely, és ez esőben történt. Azért azt, azt kiemelném, mert ezzel a motor. Külső menő vagy? Ne. Ne. Hú, ne. Nem. Nem, én nem vagy nem tartom magam a de meg tudom ott is találni az utamat, csak nehezen. Tehát sokkal. Na, la... A 11. hely, az szép, igen. 26-ból 11. Igen, igen. Igazából ezzel a motorral az első elsős futamunk volt, szóval sem a beállításokat nem, tehát kaptunk egy teljesen random beállítást, ami, amivel, hát ugye menni kellett, és hát megőriztük a hidegvérünket, és 11-ek lettünk, ami, ami egy elég jó momentum azért és én örülök is neki, úgyhogy, úgyhogy ja, innen, innen, építkezni lehet már csak. Trénerként, a háttérben dolgozóként mi volt a legnagyobb kihívás eddig, vagy a legnagyobb feladat, amivel sikeresen meg is tudtatok birkózni? Hát azt gondolom, hogy amikor ugye a pálya szélén vagyok, és nézem a, mondjuk az első hármat, hogy ők hogy mennek, ugye az, például az első, aki most vezeti a világban, és akkor már ez a harmadik éve igazából, és azért van látni különbséget. Tehát amikor Kevin lejön, és a nap végén megbeszéljük, hogy mi hogy volt, akkor uh, én ezt elmondom neki, és az, hogy, hogy ő figyelemmel kísérés utána valóban megpróbálja a pályán ezt uh, tökéletesíteni, illetve átvennie ezt a, 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 a tanácsot, úgymond, amit uh -huh. mondok, és megcsinálja, az azt az, az, az gondolom, egy, az egy tök jó uh, ebbe az egészben, hogy van miért, ugye, csinálni. Aztán valamikor nem is fogadja meg, tehát uh, mondom, mondjuk három edzésen, hogy ne, ott menj egy kicsit kijebb, és akkor onnan kéne ledönteni a motor, tehát más íven. Mikor klasszikus idézve dolgát... nem létező éveket használsz. Igen, tehát az ő dolgát próbálom megkönnyíteni, ugye? Van ilyen is, de, de a legtöbb esetben azért persze azért vagyok ott, hogy, hogy azt, amit kívül látok, és, és pozitív egy másik versenyzőnél, azt átadjam Kevinnek, ugye? És egyébként ez hogy működik a, a, mostani, hát azt mondtátok, nem túl erős motor, az marad akkor az egész szezonban, meg jövőre is, vagy, vagy itt van-e valamiféle előrelépési lehetőség egy jobb paripa beszerzésére? Igazából nem a jobb, tehát itt mindenkinek ugyanaz. Itt a beállítások, amik, amik még ugye úgymond gyerekcipőben jár, mert tényleg a negyedik verseny hétvégéje ment le, tehát kell egy kicsi idő, amíg összeszokik a motorral, hanem egy edző motor szeretnénk igazából beszerezni, amivel itthon is tud, illetve olyan pályákon, ahol lesz verseny, az már a saját motorja, tehát azzal tudjon edzeni a saját motorjával hogy jobban összeszokjon, tehát jobban feszegesse a határait a, 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 motornak, tehát ennek a Moto 3 motornak igazából ez a lényege. Itt Magyarországon mennyire van időd egyébként mostanában edzeni a két, két között például? Hogy hogyan szokott kinézni, mennyit tudsz Magyarországon tölteni két külföldre utazás között? Hát ugye ez nagyban függ azért a verseny is. Most például van egy hét szünetünk, ugye ez az egy hét, és jövő héten már utazunk is ki. Általában heti háromszor megyek, Ugye Suli miatt eddig heti háromszor tudtam menni, nyári szünetbe ezt azért próbáljuk egy kicsit feljebb emelni. Többet kell menni, de pályasedzések, ugye az heti három, kondis edzés pedig a maradék. Uh -huh. Mennyire volt egyébként eddig toleráns az iskola, ha Suli azzal kapcsolatban, hogy ennyit versenyzál? Nagyon toleránsak, amit köszönök is nekik. Ugyan. Meddig tart egyébként most a Rookies versenysorozat idei kiírása? Szeptember 10? Igen, így van, Mizánó lesz az utolsó verseny szeptember 10-e hétvége. Hát akkor utána remélem jöttök majd megint, és akkor tudunk beszélni a szezonról. Hát persze, hogy Nagyon jön. szívesen jövünk természetesen. Köszönöm, hogy itt voltatok nálunk a mai Sportérték első részében a Red Bull Rookies versenysorozatban szereplő Farkas Kevin motorversenyzővel beszélgettem, és trénerével a korábbi MotoGP pilótával Tóth Imrével. További szép napot nektek és sok sikert. heló sziasztok! Köszönjük szépen! szépen. Sportérték Imre Lőrinczel a Trend